Adásunk kezdetén azoknak a kirándulni vágyóknak szeretnénk kedveskedni, akik túrájukat a Pilis vonulatain szeretnék megtenni. Bár a Rám szakadék területét lezárta az erdőgazdálkodó, azonban számos más izgalmas helyszín várja a túrázókat a környéken. A Rám szakadék közeli élményről azért nem kell annak lemondania, aki kirándulni szeretne a Dunakanyarban. Ugyanígy Dömös felől megközelíthető a Lukácsárok, ami egyébként a Rám szakadéknak úgymond a levezető ága volt, révén, hogy a Rám szakadék egyirányosítva lett több mint 10 éve. A Lukácsárok szinte párhuzamosan fut a Rám szakadékkal. A természeti értékeit tekintve ugye kicsit kevesebb geológiai értékkel találkozunk, kevésbé szűk, inkább szélesebb, de ugyanakkor megtapasztalhatjuk azt a magasságot és mélységet, amit a Rám szakadékban. A Lukácsárokban, ahogy haladunk, ez a fal mennyiség, ami a Rám szakadékban összeszűkül, kicsit távolabb helyezkedik el, de ugyanúgy nőnek benne fák, és ezeket az értékeket érdemes végig tekinteni, hogyha túrázni indulunk. A Lukácsároknak a teteje egyébként a Rám szakadéknak a felső bejáratához ér ki, onnan nyugodt szívvel tovább tudunk túrázni, akár Pilismarót felé, vagy akár célba vehetjük Dobogókőt is. A Lukácsárok bejáratánál szinte egy tábla erdővel találkozunk, ugyanis maga ez a Lukácsárok is része annak a kis oktató felületnek, annak a kis oktató környezetnek, amit itt Pilisi parkerdő itt Dömös határában a Rám szakadékkal együtt megteremtett. Ha leültünk, kipihentük magunkat, kifújtuk magunkat, miután felértünk ide Dömös központjából, akkor szépen gyalogszerrel el tudunk indulni felfelé a Lukácsárkon keresztül. Amire érdemes talán odafigyelni, az a természeti környezet, ami körülöl el minket. Révén, hogy itt is nagyon sok olyan tájékoztató táblát helyezett el a Pilisi parkerdő, ami egy kicsit az erdőre és magának a Pilisi parkerdőnek az erdőgazdálkodására irányítja rá a figyelmet. Rögtön itt a Lukácsároknak talán az első állomásán a holtfáról beszélgetünk. Hogyha körülnézünk, akkor látjuk, hogy nagyon nagy mennyiségben van jelen a holtfa az erdőben, ez pedig természetvédelmi okok miatt van itt. Egy egészséges erdőben a holtfának nagyon nagy a jelentősége. Lévén azok a lebontó szervezetek, amik ebből táplálkoznak, azok táplálékul szolgálnak más szervezeteknek is, és így az ökológiai láncolat teljes egészében biztosításra kerül. Másrészt a holtfa hozzájárul ahhoz, hogy abban az egészséges klímakörnyezetben sétálgassunk, amit mi emberek az erdőtől elvárunk. A téli időszak, tavaszi időszak csapadékát ezek a holtfák szinte szivacsként szerkezetüknek köszönhetően magukba szívják, majd pedig a meleg nyári időszakban pedig párologtatják. Ezzel is hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a páradús, szinte harapnivaló erdei levegőt be tudjuk szívni. Ha valaki a nagyvárosból indul el kirándulni, és elindul a Dunakanyar felé, már szinte az út közben tapasztalja azt a városi hősziget hatást, ami itt mondjuk egy panelban éri. Ahogy érkezünk kifelé, egyre hűvösebb a klíma, és ahogy érkezünk be az erdőbe, mondjuk a Lukácsárok felé, úgy egyre inkább ránk kívánkozik például a pulóver is, hiába volt mondjuk egy 30 fok odakint a napos környezetben. Az erdő nagyon jótékonyan hat ebből a szempontból, és egy nagyon nagy ütőfegyver az ember kezében a klímaváltozás negatív hatásainak a csökkentésére. Ezek az erdők, amiket itt a Pilisi parkerdő is kezel, nagyban hozzájárulnak a városi hősziget hatás csökkentéséhez. Körülölelik a települést, eleve ezt érezzük, akár már Dömös belterületén is. Aki pedig veszi a bátorságot és a fáradtságot, és kijön ide egyet kirándulni, az szinte a bőrén érzékeli azt, hogy itt mennyivel jobb a levegő, akár 10 fokkal is hűvösebb lehet, mint mondjuk bent a faluban. Nem beszélve a városi környezetről. Muzsikál az Erdő rendezvény sorozat idei eseményei közül most a Nyíri erdőben tartott programot tekintjük meg. A helyi erdőgazdálkodó szívesen fogadta az eseményre érkezőket, akiknek az itt elterülő erdőterület megismerésére nyílt lehetőségük. Mindig nagy örömmel tölt el, amikor látom azt, hogy az emberek kíváncsiak a munkánkra, kíváncsiak az erdészek által alkotott környezetre, kíváncsiak arra, hogy mit is próbálunk számukra megmutatni, sőt, egyszerűen örömmel tölt el az, hogy társaságban lehetünk. A téma az erdőben hever, és azon múlik, hogy
az érdeklődő tényleg mennyire érdeklődő. Mi itt vagyunk, és provokáljuk a kérdéseket. Nem kerüljük el akár a korábbi tarvágott területeket, nem kerüljük el a tuskó kiemelésnek a problémakörét, beszélünk vadászatról, vadgazdálkodásról, tehát tényleg a kulisszatitkokba beavatjuk a laikusokat, és számunkra is egy nagyon érdekes visszacsatolás, hogy milyen kérdések fogalmazódnak meg. Nagyon jól lehet ezeket a szituációkat kezelni, hisz egyrészt mi itthon vagyunk, tudjuk, hogy mit szeretnénk mutatni. A vendégek sajátjuknak érzik természetesen magát az erdőt is. A most következő program is egy erdőismereti élménysét, ahol a vadaskerten belül gyakorlatilag a átlag látogató elől hétköznap elzárt területre vezetjük be most a csapatot. Arra valami kevés esélyt látok, hogy tényleg jelentősebb vadállománnyal fogunk találkozni, egy ekkora társaság zenebonával kísérve, stb. Tehát azért ez nem biztos, hogy össze fog jönni, de ha már vadcsapást, vadnyomokat, az etetők, a szórók környezetét tanulmányozzuk, ha már beszélünk a vad jelenlétéről, akár a vad táplálkozásának a nyomait megtaláljuk. Bár vaddal valóban nem sikerült találkozni a területen, azonban a helyszín növényvilágának megismerése legalább ilyen izgalmas volt. Egy kis történelmi kitekintéssel megtudhatta a látogató, milyen fafajok segítségével sikerült megfogni a területre oly jellemző homokos talajt. Az egyik ilyen szárazságtűrő fafaj, ami az erdőtelepítéseknél szerepet játszott, az akácfa. Tehát, hogyha megnézzük, ugye az akác az jelenleg már hungarikum. Ez Amerikából, az Appalachia-hegységből származik, egy másodrendű fa, tehát nincs igazából Amerikában nagy jelentősége. Tehát az akác az egy nagyon fontos fafaj. Végül az őshonos szárazságtűrő fafajunk a fehérnyár, aminek a kérgéről jól megismerhető az a facsoport, és legvégén van a tölgy, amelyik a legvízigényesebb, abból sajnos nagyon kevés terület alkalmas arra, hogy a tölggyel visszamenjünk, mint erdőt alkotó fafaj. És ha már tölgy, egy másik helyen egy kiemelkedően fontos tölgyfával is megismerkedhettek a sétán résztvevők. Nyíri erdő egy nevezetes fája előtt állunk, ez a hetes tölgy. Ez arról nevezetes, hogy talán az erdőnek az egyik legidősebb fája, ez megközelíti a 300 évet ennek a tőrésze. Régen a tölgyeket úgy is meg lehetett újítani, hogy kivágták, és a tuskó mellől a sarjhajtások megeredtek, és ez a tuskóból 7 ág eredt meg, és egy ilyen nagy fává nőtték ki magukat. Sajnos a többi ága a 7-ből már csak töredékeiben látható, de úgy gondolom, hogy az egyik emléke, egy matuzselleme a nyíri erdőnek. Hogyha itt körülnézünk, itt fenyőerdőt látunk. Egy fenyőerdő, ugye ez egy idegen, nem őshonos ezen a tájon. Látszik, hogy ez fajszegényebb és kevésbé gazdag az élővilága, mint az előbbi tölgyesekben, ahol jártuk. Hogy valamikor itt fenyőerdőket ültettek ennek, az is az oka, hogy Trianon után gyakorlatilag Magyarország elvesztette az erdőségeinek jelentős részét. Az akkori faipar fenyőre volt ráva. A jövőben, hogyha ez az erdő levágásra kerül, biztos, hogy egy őshonos nyárállomány fog a helyére kerülni. Az erdő kellemes hangulatot és hőmérsékletet biztosító fái között élmény a séta. Ezt csak fokozta a népdal, amely felcsendült a séta út mentén. Lassan kocsis, hogy a kocsi ne rázzon, hogy a szívem a babámé ne fájjon. Nincs az úton se patika, se malvas, se morvos, nem gyógyít meg csak a hetényi orvos. Beteg vagyok a szerelem betegen, világos kék szemmel vagyok megverve, megverve, nem gyógyít meg csak a babám szerelme. Legyen szó kulturális vagy természeti értékről, a helyszín tele van érdekességekkel.
Ezek bemutatása egy élmény alapú program keretében az erdőgazdálkodó számára is fontos. Nyilván az egyik legkönnyebb feladat, ha már valami megvan, azt megőrizzük. Mi büszkék vagyunk arra, hogy ezen azért túl is megyünk, tehát valamit óvatatlanul meg kell, hogy újítsunk, az erdőket kezeljük, az erdőket gyarapítjuk, és akkor innentől kezdve feladat hátán, mutatnivaló után az érdeklődők azok egy hallatlan széles tárházát találják a munkánknak. Tudunk témákat fölvetni, tudunk egy kellemes környezetben együtt lenni, és tudunk hasznosak lenni egymás számára. Ez egy jó alapszituáció. Én személy szerint nagyon sokat szoktam töltekezni az ilyen alkalmakból. Egy erdő növény és állatközössége hosszú, évmilliós fejlődés eredménye. Azok a fafajok, például a bükk, a gyertyán, a kocsánytalan és a kocsányos tölgy, vagy éppen az erdei fenyő a földtörténeti korok során kontinensünkön alakultak ki, s napjainkban őshonos lakói erdeinknek. Velük tökéletes harmóniában élnek az alattuk található lágyszárú növények, udaikban madarak, pelék, denevérek tanyáznak, rügyeiket, magjukat a velük együtt fejlődött őzek, szarvasok, vaddisznók fogyasztják. Évmilliók során összecsiszolódott világukban immár mindennek tökéletesen megvan a maga helye és szerepe. Az idegenhonos fafajok otthona egy másik vidék. Többnyire másik kontinens, ahonnan emberi közreműködéssel érkeztek. Sok keresnivalójuk nincs az itteni ősi életközösségekben. Kevesebb táplálékot nyújtanak, kevesebb élőhelyet biztosítanak az itteni erdő őshonos állatainak. Ha magára hagyunk egy ilyen jövevényekből álló állományt, lehet, hogy egyszerűen kipusztul, de az is előfordulhat, hogy özönfajként mindent letarol az ősi erdő erre védtelen környezetében. Az erdész feladatait a megelőzés és a figyelem. Biztosítása annak, hogy a betelepített vendég csak ott fejtse ki hatását, ahová szánták. De az őshonos erdő sérülékeny értékeit még véletlenül se károsíthassa. Az erdőgazdálkodáshoz szükség van gépi erőre is. Ezek megkönnyítik az erdészek munkáját, akár fakitermelésről, akár szállításról legyen szó. Ugyanilyen gépi segéderőre van szükség a tanyavilágban is, ahol a traktor a fő eszköz. A karbantartás is létfontosságú, hogy megfelelően haladhasson a munka. Nagyon sok bálát használunk egy évben, olyan 250-300 körbálát kell megmozgatni, amit mi 10 évig a feleségemmel kézzel tologattunk. Most, hogy sikerült egy jobb traktort venni, ezt hadra is fogjuk, és ezzel már megy a tárcsázás, hogyha kell, kintről hordjuk be pótkocsival a báláinkat, megspórolva ezzel rengeteg bírmunkát, és mégiscsak más úgy, hogyha az ember csinálja. Itt több mint 1000 bálát mozgattunk meg a traktorral, és tegnap észrevettem azt, hogy a motorblokk oldala picit olajos, picit nedvezik, csöpög rajta az olaj, és ez ilyen nyári melegben veszélyes is lehet, gondolom, a tűz miatt. Éppen ezért kértem Détári Attila barátom segítségét, aki itt a szomszéd tanyán lakik, és egy csodálatos kertészetet üzemeltet, abból, hogy jön és nézzük meg együtt a traktort. Révén neki a hobbija és nagy szakértelme a gépek, az erőgépek, munkagépek, ráadásul ugyanazon az egyetemen végeztünk. Az egyik csavarnál látható az olajfolyás. Én azzal kezdeném, ebben az esetben a kartergáz szűrőt, ezt kitakarítjuk. Én amennyire jól tudom, amióta a traktor nálad van, ez még nem volt kitakarítva. Ez gyakorlatilag elkerülhetetlen, tehát előbb-utóbb ez el szokott koszolódni. Vizsgáljuk ezt meg, és akkor utána tovább megyünk. Ez nem egy nagy meghibásodás, ez egy nagyon egyszerű rutin dolog. Én azt gondolom, hogy bárki, akinek egy ilyen traktorja van a gazdaságában, ezt a javítást meg tudja csinálni. Ez gyakorlatilag hasonló szintű javítás, mint egy kerékpár belső csere.
Tehát én azt gondolom, hogy fogjunk is hozzá. Meg lett a hiba oka egy drótszűrő, amely a gáz szűréséért felel. Ennek kitisztítása következhetett. A szűrő, hát ugye elég el volt koszolódva, nagyon sok szennyeződés volt benne, és hát gyakorlatilag egy sima benzinben áztattuk egy darabig. Látható, hogy a benzinnek a szinte átlátszó színe az csúnya feketére átszíneződött, tehát gyakorlatilag amit tudott, az feloldotta a szűrőből. Ez nagyon fontos, hiszen gyakorlatilag ez a sűrű szövésű drótszűrő, ez gyakorlatilag egy áteresztő képességet biztosít ugye a kiáramló anyagnak, és innentől fogva ez most már szabad úton tud közlekedni. A következő lépés az volna, hogy miután kiáztattuk gyakorlatilag belőle a szennyeződést, egy kompresszorral még átfújjuk. Ez két okból fontos, vagy legalábbis én két okból tartom fontosnak. Az egyik az az, hogy még a meglévő kis apró szennyeződést, azt még kifújjuk belőle. Másrésztről pedig a benzingőzt, azt valamilyen szinten kiszárítjuk belőle, annak nem itt van a helye. Jó, és most már azért láthatjuk azt, hogy visszajött a szűrőnek a színe, tehát most már a csúnya fekete szennyezett szín, az most már átalakult a szűrőnek a valódi színévé, tehát gyakorlatilag meg van tisztítva, ez most már biztos, hogy jól fog működni, és gyakorlatilag nem fogja akadályozni a kartergáznak az útját, ezáltal valószínűleg reméljük, hogy a jövőben nem fogja ezt a gumitömítést kinyomni, és a traktorból pedig nem fog folyni az olaj. A következő lépés az az, hogy a szűrőt oda, ahonnan elvettük, szépen visszarakjuk a helyére, megigazítjuk a tömítést. Itt a tömítés az még jó állapotú, úgy látom, lehetne igazából, ha nagyon precízek volnánk, akkor lehetne cserélni, de ennek a szűrőnek én úgy gondolom, hogy nincs még komolyabb baja, nincs szétszakadva, nincsen egyéb problémája. És akkor a szűrőház fedelét pedig visszarakjuk a furatokhoz illesszük, és a csavarokat pedig visszarakjuk a helyére. Hogyha nincs egy komolyabb váltó, motor, egyéb komolyabb javítás, akkor azért azokat némi alapszintű műszaki ismeretekkel meg lehet oldani. Én sem vagyok szakember, tehát nem ez a szakmám. Én agrármérnökként végeztem egyébként Gödöllön 2017-ben. A szükség és az otthoni gazdaságban való munka, az ösztönzött arra, hogy illetve az élethelyzet hozta úgy, hogy bizony ezeket a meghibásodásokat sokszor magunknak kell megcsinálni, hiszen amíg egy szakember odaér, addig dolgozni kell. Hála Istennek vannak olyan nagyon jó barátaim és gazdálkodó barátaim, illetve ismerőseim, akiket bármikor felhívhatok telefonon, és nagyon szívesen segítenek nagyobb tapasztalattal és nagyobb szakértelemmel. Így aztán hát gyakorlatilag innen ered ez a fajta némi tudása traktorszerelés tekintetében. A közösség ereje igen fontos itt a tanyavilágban. Egymás megsegítése nem csak a munkát könnyíti meg, de közelebbi emberi kapcsolatokat is kialakíthat. Nagy áldás a mi életünkben az, hogy egy 800 tanyát is meghaladó tanyaközösségbe élhetünk, ahol a kaláka és egymás segítése az mindennapi dolog. Nem kell azon aggódnom, hogy honnan találok egy hozzáértő szakembert ahhoz, aki most megszereli a traktoromat, hiszen teljes evidencia, hogy van olyan ember körülöttünk, van olyan tanyával rendelkező ember körülöttünk, ráadásul a barátomnak is mondhatom, aki alkalmas arra, hogy segítsen. De ilyen például egy hét múlva egy hatalmas istállóbontó projekt lesz, ahol a közösség ereje meg fog mutatkozni, mert 15-20 férfi egy hatalmas istállót egy nap alatt fog szétszedni. Tehát szerintem a közösség, az az emberhez méltó élet nagyjából egyetlen szintere ebbe a mai világba. Erdő Ernő bácsi meséi. Mi az a vadaspark? Régen a vadaspark főúri előkelőségek bekerített vadászterülete volt,
ahol könnyebben akadtak puska végre a kitűnő trófeák. Napjainkban a vadaspark méretében hasonló, de célja már nem a vadászat. Különleges állatok bemutatása, fajok megmentése vagy tudományos megfigyelése zajlik a területen. Nem ketrecben tartjuk a különleges állatokat, hanem szabadon látható a hiúz, a vadmacska vagy akár a medve is. Feltéve, ha sikerül valahogy őket a kerítéshez csalnod, például Budakeszin. Magyarország nyugati végébe kirándulunk most, egészen konkrétan a Soproni-hegység Muk magaslatára, ahol az Erdőháza ökoturisztikai központ és vadaspark található. A helyszínen kialakított létesítmény egy egykori határőr épület és annak környezete volt korábban, mely szembetűnő változáson ment keresztül. Hosszú várakozás előzte meg az Erdőháza és a vadasparknak a létrejöttét. Gyakorlatilag ugye 2021. augusztus 2-án nyitottam meg hivatalosan a kapuit. A nagy város, illetve a város környéki nézősereg meg is rohant minket egyből. A mai napig több mint 70 ezer látogatónk van, úgyhogy évente több mint 30 ezeren érkeznek hozzánk. A várakozásokat messze felülmúlta, köszönhető ennek a gyönyörű fahídnak, amin most is vagyunk, illetve annak a természetközeliségnek, amit itt a karámba lévő állatok nyújtanak nekünk. A vadasparknak az alapja a nagy ötös, a magyar ötös képviseli, a nagyvad, de beszerettük volna mutatni, hogy az erdőn, mezőn milyen apró vad. Nem csak a vadászható fajok, hanem azok a madárfajok, most kimondottan a fácára gondolok, akik díszítik a hazai erdőket, mezőket. És ugye itt adódott, hogy a fahíd sétányunkon, amin körbe lehet sétálni, és zavartalanul lehet figyelni az állatokat. Ennek a közepén adódott egy nagy tér, amiben egy voliért állítottak fel a kollégák, és ebben egy szép fácán gyűjtemény található. Gyakorlatilag a minden nap látható mongol fácántól kezdve olyan különlegességek is megtalálhatók itt, mint az aranyfácán, az ezüstfácán, gyémántfácán, és az ide látogatók ezeknek a színeiben, a toll mintázatában is gyönyörködhetnek. Folyamatosan érkeznek ide csoportok, a legkisebbektől az óvodásoktól kezdve az általános iskoláson keresztül középiskolások, de ugyanúgy megtalálhatók itt a szenior csoportok is nálunk. A picik természetesen még nem tudnak sok mindent az állatokról, ők itt tapasztalják meg az első élményeiket, ezek mélyen fognak gyökerezni, biztos vagyok benne, de a felnőtteknek, az időseknek is tudunk olyan dolgokat mondani, illetve mutatni itt, csak a gémekre gondolok, akik minden nap úgymond mutogatják, produkálják magukat. Tudunk olyat mutatni, ami egyedülálló, amivel nem találkozik a könyvekben leírva, amiket mi tapasztalunk, és úgy érzem, az oktatás szempontjából ez az egyik legfontosabb, hogy első kézből, saját tapasztalás útján adjuk át az új ismereteket piciknek, nagyoknak egyaránt. A hozzánk érkező legtöbb csoportnak én is elmondom, hogy ezek az állatok, akik nálunk laknak, ők itt születtek a vadasparkban, vagy egy másik otthonból, egy másik zárt térből, egy vadasparkból, egy állatkertből jöttek hozzánk. Ezért ők ismerik a kerítést. Tehát amit itt megfigyelhetünk, igaz, ugye a családba bepillantást lehetünk, a csoport viselkedését megfigyelhetjük, viszont ezek az állatok nem ugyanazok a viselkedési formákat mutatják, mint a szabadban élő állatok. Ugye minden évben elmondjuk, hogy ne vigyünk haza kismalacot, ne vigyünk haza gidát vagy borjút. Itt bent a vadasparkban meg lehet figyelni ezeket a cuki kis állatokat, viszont kint a természetben, hogyha közeledik valaki, vagy esetleg megpróbál hazavinni egy csíkos kismalacot, akkor bizony a koca, a mama védelmezni fogja, és akkor az akár testi sérüléssel is járhat. A mindennapi munkák során is kapcsolatban vagyunk az állatokkal. Távol mögöttem látható dámszarvasok, illetve az itt eszegető gímszarvasok okozzák talán a legnagyobb örömöt itt az itt dolgozók számára is. De ugyanúgy a fácát gyűjteményünk is egyedülálló itt a parkban. És ugye a kis jövevények születése, mint most tavasszal is a muflonok,
a kis malacok születése, ez mind-mind örömmel tölt el minket is. A vadasparknak a működtetése az nem egy 8 órás munka, gyakorlatilag az egész napját kiteszi a gondozónak, illetve a segítőknek is. Ugye reggel gyakorlatilag egy etetéssel kezdődik, és a karámoknak, a zöld felületnek a karbantartása az egész nap eltart. Ugye a látogatók jönnek, ők egy szép, gondozott kertet szeretnének látni, természetesen az állatoknak is megvannak a saját igényeik, ezt a kettőt, illetve a saját elvárásainkat hangoljuk össze, és ezzel alakult ki ez a szép erdei környezetben lévő egyedülálló vadaskert.